81 kisdiák kezdi meg a tanulást magyar nyelven szeptemberben Rimaszombatban. A városban tavalytól 3 magyar tannyelvű alapiskola működik, így a leendő diákok és szülők nagyobb kínálatból választhatnak. A Rimaszombati járás legnagyobb teljes szervezettségű iskolájába, a Tompa Mihály alapiskolába idén több gyermeket írattak be, mint tavaly. A beiratkozott elsősöknek a száma mai nappal az 38 diák, a fele körülbelül online, és a másik fele pedig itt jelenlétileg iratkozott be az első osztályba. Örülünk neki, hiszen a tavalyi évvel összehasonlítva 10 gyerekkel több iratkozott be hozzánk, mint tavaly, de ugyanúgy 2 osztályt sikerül ebből a diák létszámból nyitni, mint ahogy tavaly is. A városban tavaly nyitotta meg kapuit a református alapiskola, mely a már működő Tompa Mihály református gimnázium és a Gólyavár református óvoda mellett működik. Tavaly 2 első osztállyal, az idén 1 osztállyal kezdik az iskolai évet szeptemberben. Összesen 22 gyermeket tudtunk fölvenni az első osztályba. Ez kevesebb, mint a tavalyi évben, de akkor még a lehetőségeink megengedték azt, hogy 2 osztályt nyissunk. Most 1 osztályterembe tudjuk elhelyezni a leendő elsősöket, és igyekeztünk a törvény által biztosított legmagasabb létszám alapján fölvenni a gyerekeket, tehát így lesz reménység szerint 22 gyermekünk. Azt is kell tudni, hogy közben voltak olyanok, akiknek halasztásuk volt a tavalyi évről, illetve olyanok, akik már az idén jelezték, hogy szeptember 1-én nem fognak belépni. Tehát így alakult ki éppen az a 22-es létszám az osztályban. A hátrányos helyzetű gyerekek által látogatott Dósa utcai alapiskolába 21 gyermeket írattak be. A járás egyik legnagyobb iskolája a Bátkai alapiskola, közel 500 diákkal. Már évek óta egy első osztályt nyitnak, nem lesz ez másképp szeptembertől sem. A 2021-2022-es iskolai évre 22 gyermeket írattak be. Nálunk a mi környékünkön ez már évek óta nem kérdés, hogy magyar gyereket magyar iskolába íratnak. Konkrétan a mi iskolánknak van egy 7 lépcsős beiratkozási programja, amit nagy sikerrel végzünk minden évben. Idén természetesen ez is az online térbe szorult. Az alsó tagozatos igazgatóhelyettes és a leendő elsős tanítónéni, valamint én online szólítottuk meg a szülőket és a gyerekeket, és egy ilyen beszélgetés formájában sikerült velük találkoznunk. Az intézményvezetők információi alapján a rimaszombati járás magyar iskoláiba eddig 420 gyereket írattak be. Végleges adataik viszont csak szeptemberben lesznek. Egyházasbásban ezidáig nem irattak be egyetlen gyermeket sem. Naprágyban pedig megszűnik a településen működő kisiskola.